Tiszteltem fogasok, vagyok. Nagy szeretetek, köszönjük a múzeumban, de hát akkor tudják, hogy még a 10.000. látogatók a múzeumban. Szeretnénk egy ilyen kis szerűen mondom, megköszönni. Köszönjük szépen! Így köszöntötte a Móra Ferenc Múzeum igazgatója a Sziszi kiállítás 10.000. látogatóját. A szerencsés Kálmánné Folner Magdolna, domaszéki nagymama volt, aki két unokájával érkezett a tárlatra. Először rettentően meglepődtem, hogy te jó Isten, ilyenbe belekerül az ember az életébe talán egyszer, ha belekerül. És hát a lányoknak is nagyon tetszik, hogy ilyen szép ajándékokat kaptunk, mert nagyon szép könyveket láttunk, úgy hirtelen, hogy belenéztünk a díszacskóba. A 10.000 látogató eléréséhez alig egy hónapra volt szükség, ez is mutatja, mennyire népszerű a Sziszi életéről szóló kiállítás. Fogas Otto igazgató szerint a sikertitka a tárlat tematikájában rejlik, hiszen a királynő története közel áll a magyar emberek szívéhez. Ezért Erzsébet királynő halálát a nemzet halálával szokták azonosítani. Magyarországon nagyon komoly kultusza van Sziszinek, és én azt gondolom, hogy a kiállításon lévő legfontosabb tárgy, ugye a ruha, amiben meggyilkolták, itt van, itt látható egyedül, hogy ez a ruha a Nemzeti Múzeumban sem látható, hanem másolat van kitéve róla. Tehát ez egy olyan kuriózum, olyan egyszer és megismételhetetlen, ami miatt nagyon sokan jönnek, hála Istennek, nem csak a kiállításra, hanem Szegedre is. Az ikonikus ruhaderék is öv mellett láthatók még más ruharekonstrukciók, festmények, szobrok, sőt, Sziszi brüsszeli csipkéből készült legyezőjét is kiállították. A Magyar Nemzeti Múzeumból érkezett tárlat az év végéig várja az érdeklődőket.